az az ötlet, hogy létrehozzunk egy olyan zenekart, amelyben határon túli magyar zenészek lépnek föl Magyarországon. Valamikor 2010 körül Kolozsvárot fogant meg bennem. Tudjuk, hogy a világon mennyi tehetséges magyar zenész van minden kontinensen, de mondjuk, ha valaki New Yorkban vagy Ausztráliában dolgozik magyar zenészként, ő szellemi értelemben a magyar zene életnek a tagja, de akik a határtól akár csak pár tíz kilométerre a Trianonnál úgy, ahogy meghúzott határtól, pár tíz kilométerre dolgoznak, ők a legszűkebb értelemben vett magyar zenei életnek a részei, ezt szerettük volna megmutatni. Ahogy 56 után volt a Filharmonia Hungárika Német Ausztriában, illetve később Németországban és az évtizedeken keresztül működött az emigráns magyar zenészekből egy zenekar, úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy összeszedjük a határon túli régiókból a legkiváló magyar zenészeket, és meghívjuk őket Budapestre, hogy együtt lépjenek föl. Sokat kellett dolgozni azon, hogy ez létre is jöhessen. 2017-ben valósult meg először a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával és a Kodály év Kodály emlékév költségvetéséből. Az első koncert volt Budapesten, augusztus 21-én a Pesti Vigadóban volt egy Kodály est, a Kodály emlékév keretében. Ezt Medvecki nagy úr vezényelte, nagyon nagy sikerrel, Kis Beatila ének művész úr működött rajta közre, ez egy kodályest volt a rádió karával, és ezek után én álltam a, a pódiumra, és a, és a karmesteri pódiumra, és augusztus 25-én Pécset, hát a Pécsi Székesegyházban Haydn teremtését adtuk elő az én együttesem a Pörszel kórus részvételével. Kevés volt az idő, tehát idén a Elég későn, körülbelül januárban tudtuk meg biztosan, hogy rendelkezésre állnak az anyagi források, ezért nem is volt időnk nagyon széles körben pályázatot hirdetni, hogy mondjuk jelentkezzenek minél több felül a zenészek. Idén ezért szorítkoztunk Romániára és Szerbiára a muzsikusok összeválogatásánál. Szakmailag egy hihetetlenül magas színvonalú zenekar született. És nagyon reméljük, hogy ez minden évben meg fog ismétlődni. Van esély arra, hogy 2018. júniusában folytatódik a történet. Szeretnénk, hogyha ez a zenekar összegyűlne Budapesten, koncerteket adna Magyarországon, és kif szeretnénk kifejezni a határon túlélő kollégák felé, hogy a, az anyaország nagyon. Megbecsüli az ő erőfeszítéseiket és tudásukat. Nagyon nagy munkát, nagyon szép művészi munkát végeznek ott, és ők tényleg, a magyar, amellett, hogy megbecsült tagjai a román, szlovák, szerb, ki tudja milyen állami együtteseknek, amellett a magyar zenei élethez tartoznak. Én úgy érzem, hogy nagyon szép siker volt, és mindig az első a legnehezebb, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy jövőre könnyebben tudjuk, könnyebben, és még nagyobb sikerrel tudjuk folytatni.